Szép jó hajnalt mindenkinek. Torin vagyok. Ez pedig a Panzer Corps második részének folytatása. A Grand Campaign-unkkal. Lássuk. Ugye elvileg egy gyakorló feladat, itt lesz majd pár környi harcunk. No hát gyorsan gyógyítsunk meg mindenkit. Alapvetően mindenkit elrakunk, mert ezek közül leginkább senkire nincs szükségem, ezt viszont föl kell, vagy vissza kell húzni a normál méretre, normál egységre, és utána őt elrakjuk. Titeket is elrakunk, te maradhatsz, mert neked van mit fejlődni. Ti nem kelletek nyilván. A 0 XP-s friss egységek maradhatnak. Mert azok hasznosak. De igazából akkor ő meg is kapja ezt a... Nem ő fogja megkapni egyébként. Van itt egy ágyunk, amit képezni akarunk. 15 centis ágyunk, sőt kettő is. Igazából a légvédelmit azt szintén bedobjuk. Képezni. Az jó kérdés. Hát, ha már F-es vagy, akkor azért téged bedobunk. Tehát fölhúzzuk erre a G-re. Aztán majd meglátjuk. Most nem fogjuk használni, de fölhúzzuk. Mert azért az sokkal jobb, ha már megvettük elég drágán. Ja, már nincs több upgrade-em. Igazából a Sturmovikra ráfér egy kis gyakorlás. Nektek befér a gyakorlás. Nektek be fog férni a gyakorlás. Igazából még neked is. Meg neked is. Jó. Még van egy csomó emberünk, egy helyünk. Igazából rengeteg figurát beküldhetünk gyakorolni. Mondjuk így már azért gyorsan elfogy a hely. De azért még jöhetnek, és akkor van még egy pöttyünk. Mit szeretnénk, miből akarunk még egy... valamit. Úgy érzem egyébként az egy ilyen kis flak lesz. Azt hiszem te vagy a jobb, mert egy rapid fire, ugye? Igen. Úgyhogy technikailag te vagy a hasznosabb. Jó. Mind megkapja a szállítójárművet. Az ernyősök nem kapnak, mert úgyse fogjuk. Amikor használni akarunk ernyőst, akkor nincs szállítójármű. De a... csónakosok akarják az ügyet. Ja, hogy nem sok helyünk van egyébként. Kipakolni. Ha! Repülünk, meg egyáltalán nem tudunk kirakni.
Oké. Majd kiderül, hogy mit rakunk a helyére. Ha, meglátjuk. Jó. És akkor te megkapod ezt a jó kis halálos egységet. Nem raktam ki, mert nincs helye. Egyébként később se tudom őket kirakni, mert azt hiszem nincs itt kirakodó elem se. Jó. Szépen gyűjtsd be akkor az overrun-t. Vagy nem. Akkor te gyűjtöd be az overrun-t. Aha, Panzer 2, Assistant Walter. És ez miért jó nekem? Hogy mit lássak benned? Ja, hogy ad nekem egy Recon bónusz. Azért majd egy ezres kihúztunk. Jól nem tudom, akkor nem tudok továbbra se kipakolni ide. Nem. Hát akkor... sokra nem mentem veled. Kedves játék. Oké, ezt jó lett volna nem elpazarolni. Azt az overrun lehetőséget. Mindjárt XP-re jövünk. Az megéri. Mindig megéri. Jobb asszisztant. Hárommal elbírsz? Papíron igen. És behúzta végre a Steamrollert. A 15-öket tudsz húzni. Ez egyébként hogy hívjáknak számít infantry? Mert azért az is egy tétel, ha azt húzzuk. 27. Nem, azt azért nem kapjuk meg. Annyira nem szuper hasznos, csak végtelen XP. Jó, ez meg majd át tud menni oda, és akkor egy overrun talán be tud húzni. Nem biztos, hogy szuper fontos, de van.
hát nem egy hatalmas tétel, de azért darab-darab. Mondjuk azért a fejlődésben nem egy rossz darab. XP csurog rendesen. Ahogy azt vártuk. Hát nyilván jobb lenne, ha még több ember tudtunk volna kirakni. De hát nincs. Ó, Messerschmitt valamelyik kollégája. Érdeklődik. Oké. No. Ó. Propeller nélküli repülőt akar. Még szerencse, hogy van egy eladható komplett eszközünk erre. No, gondolom a meteor iránt érdeklődik. Valami olyasmi. Oda passzintottuk neki. Még nem. De majd kiderül. Hát inkább így gyűjtünk XP-t, picit többet tudunk. Attól tartok. No, hát, alapvetően ez ennyi lesz, úgy érzem. Némi extra info a cuccokból. Persze, hogy megkapják a csodálatos repülő izét. No, ó, kaptunk 5 darab 262-est. Ez már nem rossz darab. 7 slot ér. Hát azt hiszem az előző is valami hasonló arányba futott. Hát csak még egyszer annyit tud, mint a többi. Mondjuk a G-hez képest már nem annyival előrébb van. Ahhoz képest már csak nagyon előrébb. No, alakul ez. Előbb-utóbb még egy rajnyi egységünk lesz. Ha így folytatjuk. No, hát gyűlik az XP rendesen. Főleg a tüzérségbe fog számítani. Úgy látom, ott tényleg fölhúztunk azért egy-két tüzérséget. Ez lassan kimaxolva. Hát, meglátjuk. Közvetlenül sokra nem megyek vele. Oké. Rudel szeretnek harci pozícióba jönni. Persze, hogy jöhet. És akkor, ha minden igaz, akkor a következő körbe össze tudom gerebjézni, hogy hogy nézzen ki Rudel? Mert azt hiszem annál választható, hogy mi a képessége. Teljesen elborult feladvány keretébe. Potyognak itt a csillagok.
majdnem 4, közel 3, több mint 2, alakul a dolog, és még van egy kör ugye. No, a dupla támadás vagy dupla mozgás, nem egészen ugyanaz a kettő. Az egyik az egyik legjobb képesség, a másik egy nem rossz, de egyébként majdnem haszontalan. Az a kérdés, az a baj, hogy nem tudom, hogy melyik mit ad. Ugye ez azt hiszem hatékonyabb ellentámadás. Igazából bombázó lesz, úgyhogy ne akarjon ellentámadni. Ez egy jó kérdés. De a beásás elkerülése az mindenképpen hasznos, ráadásul olyanom nincsen. Tankokat tudok vadászni, de beásott ellenfelek ellen nem olyan könnyen tudunk dolgozni. Jó, dupla támadás, tiszta sor. Mindenféle támogató tűztől szemmentesül, tehát légvédelem meg kísérő vadász nem számít. Na, ez egy jó csomag. Ez egy igen jó csomag. Hasznát fogjuk venni. Picit több mint 4-jel fejezzük. Hát nem értük el a 3-at, de azért nem rossz. Ez a tüzérség az nem teljesített olyan jól, mint vártuk. De ettől függetlenül egyébként nagyon is értékes volt, hogy felhoztunk 2 tüzérséget is. És főleg a hasznos tüzérségünk lett erős. Majdnem 3 csillagos, az azért nagyon-nagyon fincsi. És van egy kiváló. Bombázunk. Közelebbről meg nem nevezett város. No, és akkor azt hiszem most veszi kezdetét a Barbarossa. Nyilván az már egy következő menet lesz. Legfeljebb megnézzük a legelejét. De végre neki megyünk a szovjeteknek. És akkor úgy körülbelül a következő másfél-két kampányba nem is csinálunk mást. Ugye a 42-es az hamarosan fog jönni, és az körülbelül teljes egészében szovjet vadászat lesz, felteszem. És hát a 43-as is valószínűleg még elsősorban arról fog szólni, hogy szovjetek. De hát majd kiderül. No. mi a helyzet? Tudunk kapni egy csomó magyar és olasz egységet, ha az ellátmányunk felét odaadjuk. Igazából annyira nem voltak elképesztően jók, egyik se, de van bőven zseton, odaadhatjuk. Hát, ha valamelyik hasznos mégiscsak. Overrun, hát... Abből már van pár, és igazából ugye az első hasznos, első nagyon hasznos belőle. A második az olyan, hogy nyomokban nem rossz, azután majdnem mindegy. Na hát, majd meglátjuk. Van-e új egység? Van-e új bármi? Van új szállítójármű? Mi a különbség? Mert igazából...
Aha, nagyobb a védelem. Nagyobb a védelem. Kisebb és nagyobb a távolság is. Gyorsabb és nagyobb védelem. Az mondjuk hasznos annak, akinél ezt meg tudjuk fizetni, mint a Azul, ahol hajlandóak vagyunk megfizetni. 4F. Ó, megjött a rendes tank. Plusz lampancer. Ó, megjöttek a rendes tankjaink. Na hát akkor azt hiszem itt az ideje, hogy mindenki átszerelkezzen 4F-re, aki tud. Picit jobb ugyan a 3H a tankok ellen, de annyival jobb a 4F a mindenbe. Gyakorlatilag. Jó, az az egy kezdemény az mondjuk annyira nem örömteli, de az belefér. Páncélos felderítő. Az egy érdekes koncepció, főleg a Rapid Fire-rel. Azt majd meg kell nézni, hogy abból hasznos vagy sem. Ó, és itt a mi csodálatos tűreremilünk. Jó. Tizenhét centis. Az gyakorlatilag a 15-ösnek az upgrade-elt változata, ugye? Igen. Mindenben ugyanazt tudja. Csak picit nagyobbat szól. Mély és négyre lő el. Nem. Ennek counter batterie van, de nincsen egy gyalog támogatása. Oké, akkor az a kis 21-es, akkor semmi haszna nincs. Akkor igazából semmi haszna nincs, a rövid válasz. Repülőknél nem várok újabbat. És nincs is. Jó, hát akkor majd innen fogjuk folytatni. De az már legközelebb lesz. Már ennyi.